Kos, november második fele. Pozitívum, negatívum és egy tanács. Nagyon jelentős ez az időszak, hiszen november 20-án a Plutó belép a vízöntőbe. 20 évre, 20 év, ez nagyon komoly. A Plutó a legnagyobb hatalom, a legnagyobb erő. A Plutóról több videó van a csatornámon, érdemes megnézni, meghallgatni ezeket a videókat. Van külön Plutó a vízöntőben, külön-külön minden csillagjegynek. 26-án viszont a Merkur retrográd, 26-ától december 15-ig. Mit lehet, mit nem lehet ilyenkor tenni? Erről is van külön videó. Retrográd Merkur. Érdemes megnézni, meghallgatni azt a videót is. Na de nézzük! Ki ugrott nekünk a főpap? Vajon miért? Hát ő egy védőkártya. Tehát a fenti erők védelmeznek minket, figyelnek minket, nem hagynak minket magunkra. Tehát ő kipottyant, ő egy külön kártya, jönni akart. Itt a védelmező. A bölcsesség kártyája, a bölcsesség. Na, megyünk tovább. Pozitívum. Kettő kártya jön. Élnek a kártyák, élnek, üzenni akarnak valamit, üzenni. Már elindították az üzenetet, már megírták az üzenetet a fenti erők. Valami lesz, valamilyen fontos hírt kapunk, üzenetet például, információt. Na most ez a kártya, hercegnő. Hercegnő, érmék, értékek, valamilyen értékes dolgot elkezdhetünk, elindíthatunk, de ezt érdemes megtenni 26-ától a Merkur retrográd, 23-áig érdemes. Utána érdemes egy picit inkább várakozni, mert azért a Merkur szeret minket megviccelni, a retrográd Merkur. Biztos, hogy megnehezíti a dolgunkat. Ez a kártya egyébként a gyermekeknek a kártyája is. Gyermek plusz pénz. Kiadás, pénzkiadás a gyermekekre. Valamit veszünk a gyermeknek. De ez pozitívum, mi ennek örülni fogunk. Családi pótlék lehet, hogy elindul valamilyen gyermekpénz. Ez viszont tűz energia, ez viszont a lovag, a ti energiátok nagyon jó. Botok, lovag, vágtat, gyors, nagyon gyors, az egyik leggyorsabb kártya. Tehát itt, ha valami elindul, gyorsan fogunk haladni a sikerhez, gyorsan, hiszen a fenti erők is támogatni fognak minket. Nem hiába megjelent nekünk a főpap. Tehát megkaptuk a támogatást, az engedélyt, hogy sikeresek legyünk valamiben. Ez a kártya, tehát mind a kettő kártya azért mutat nekünk üzenetet, hírt. Vágtat hozzánk hír. Ez a kártya, ez a lovag, még maga az utazás is, az utazás, a költözés. Megyünk tovább. Még egy lovag. Nagyon gyorsak ezek a lovagok. Ez levegő energia. Kardok. Információ. Információ. Tehát jönnek az információk, az értékes információk, a pozitív hírek. Két lovag. Nagyon gyorsak. Nagyon gyorsak. Pörögni fognak itt az események. Többet utazhatunk, több lehetőségünk lesz, gyorsan kell ezt válaszolni a lehetőségekre. Van itt gyorsaság. Vágtatunk. És ez mind pozitívum. Költözés is lehet. A főpapnő, nem a főpapnő, ő maga az uralkodónő. Az uralkodónő maga, hát a Vénusz kártyája. A Vénusz viszont
maga a komfort, maga a szépség, maga a szerelem, maga a pénz. Az uralkodó nő nekünk jó kis termékeny talajt ad, tehát ha valamit tényleg el akarunk kezdeni, akkor ebben sikeresek leszünk. De ezek a lovagok is nekünk ezt mutatják, hogy mi vágtatni fogunk a sikerhez. Tehát gyorsan elérhetjük a sikert. Ez a tanulók kártyája is. Ha például belevágunk a tanulásban, vágtatni fogunk ahhoz az oklevélhez, a diplomához. Tehát lesz itt siker. És milyen érdekes, itt lehet látni holdat is, napocskát is. A holdfogyatkozás, a napfogyatkozás itt még dolgozhat, hogy ne még érezhetjük. A holdfogyatkozásról, a napfogyatkozásról is van külön videó a csatornámon, érdemes megnézni, meghallgatni. Tehát az uralkodónő még maga az anyaság is, maga a gondoskodás is. Az uralkodó nő mutat olyan kellemes ajándékot. Egy kellemes ajándékot kaphatunk. Olyan ajándékot, ami boldoggá tesz minket. Nagyon gyakran ilyen nőies ajándékokat mutat az uralkodó nő, hiszen maga ő az anyaság, a nőiesség, a szépség. Ez lehet egy virágcsokor, ez lehet egy fantasztikus parfüm például. A kényeztetésnek a kártyája. Egy olyan helyen lehetünk, ahol megkapjuk a kényeztetést, ahol megkapjuk a szépséget. Ez lehet egy fodrásszalon például. Ez lehet egy olyan hely, ahol pár napot pihenni fogunk. Tehát megkapjuk a kényeztetést. Érdekes. Főleg, hogy itt van utazás, tehát elutazhatunk egy ilyen helyre. Kettő lovag. Na nézzük csak, király. Van itt királyság. Ez maga a kos. Királyok és királynők leszünk. Nagyon szeretem ezt a királyt, mert céltudatos. Mert van itt akaraterő. Nem ijed meg a problémáktól, nem ijed meg. Egy igazi vezér. Hát olyan, mint a kos. Megyünk tovább. Mi van itt? 9-es. Jaj, de jó, hogy ez a kártya nekünk a pozitívumra jött. Végre valahára valamilyen szúrós dologtól megszabadulunk. Egyébként ezt a szúrós dolgot, megszabadulás ettől a dologtól mutatja nekünk ez a lovag is. Mert ez a lovag is, és ez a 9-es is, ugye kardok mutatnak ilyen szúrós helyzeteket, ilyen konfliktust, ilyen, tehát valamilyen dolgot, ami fájdalmat okoz nekünk. Valaki okozhatja ezt a fájdalmat, de mi pozitívumot nézünk, tehát ettől mi megszabadulunk. Itt a kártyán is lehet látni, hogy a hölgynek már nagyon-nagyon elege van ezekből a denevérekből, és azt mondja, hogy hes-hes tőlem. Elég volt, elég. Nem akarom többé ezt. Elég volt, jól laktam. Menekül ezektől a szúrós, kellemetlen dolgoktól. Hát ezt fogjuk tenni. Elég. Ennek a királynak valamiből nagyon-nagyon elege van, betelt a pohár. Elég. És ráadásul a főpap nekünk azt mutatja, hogy mi megkaptuk erre most már az engedélyt megszabadulni valamilyen szúrós dologtól, valamilyen kellemetlenségtől, végre valahára. Tetszik nekem ez a pozitívum, megyünk tovább, negatívum, egy kis figyelmeztetés. Na nézzük, mi van itt. A szerencsekerék. Karmikus kártya, egyébként itt még az északi karmikus csomó, még a kosban van. Lehet, hogy még valakinek le kell ezt dolgozni, ezt a karmikus adósságot, ez simán benne van a pakliban. A szerencsekerék maga az utazás is.
Mondjuk, hát igen, amikor a Merkur retrográd, okozhat ő nekünk ilyen kellemetlenségeket az utakon. Dugóba kerülhetünk, és emiatt például lekésük a repülőt. Hát ilyen volt, ilyet tapasztaltam. Akkor elromlik az autó például. Tehát, sőt, amikor a Merkur retrográd, több autóbaleset történik. A Merkur maga a közlekedés is. Tehát érdemes óvatosabbnak lenni egyszerűen, óvatosabbnak lenni. De, ahogy mondtam, van külön videó a csatornámon a retrográd Merkur mit is hozhat nekünk? Na, megyünk tovább. Még egy lovag. A lovag maga az utazás, az út. Érdemes egy picikét odafigyelni, óvatosabbnak lenni. Érdemes, tehát a csomagok is jobban valahogy elkanlódnak ilyenkor. Bizony. Ez a lovag önmagában lassan halad, de biztosan. Na most, amikor a Merkur retrográd, érdemes ilyennek lenni, mint ez a lovag. Lassan haladni, biztosan nem kapkodni, időt adni magunknak, időt kérni másoktól. A lovag, pénzes lovag, érmék, befektetni pénzt, értékes ajándékot venni. Hát ilyenkor nem érdemes, amikor a Merkur retrográd. Nem érdemes. Megbánhatjuk azt a bizonyos dolgot. Több problémánk lesz emiatt. Hát igen, a retrográd Merkur szeret, nagyon szeret minket megviccelni, szeret. Hát autót venni, hát azt végképp ne. Autót, lakását, az felejtős. Tehát ezek ilyen komoly dolgok azért. Még egy mozgás, még egy út, ez maga a diadalszekér. Hát ő is maga az autót. Az autó, az utazás ide tartozik. Tehát ez figyelmeztetésnek nagyon jó. A diadalszekér szeret előre vinni minket a célhoz. De, van itt de. Csak abban az esetben segít nekünk, hogyha a kezünkbe vesszük az irányítást. Tehát, ha mi irányítjuk ezt a diadalszekeret, akkor jó irányban fogunk haladni. De ha átadjuk ezt az irányítást valakinek, bárkinek, akkor nem biztos, hogy elérjük a célt. Ez az egyik. A másik, a diadalszekér, ugye itt van kettő darab gyönyörűséges lovacskánk, egy fehér és egy fekete, egy világos és egy sötét. Fekete, hát ez itt inkább ilyen barnás fekete. Tehát egy világos és egy sötét. A világos az maga a pozitív oldalunk. A kedvesség, a jóság, segítőkészség. A sötét lovacska a sötét oldalunk, az irigység, a düh. Muszáj ezeket az érzéseket, érzelmeket valahogy karban tartani. Együtt haladjanak ezek a lovacskák. Ha az egyik elszalad, ha elszalad a ló, akkor lejátszódik valamilyen negatívum. Tehát erre érdemes odafigyelni. Tehát az egyensúlyt, igen. Tehát az érzéseket, az érzelmeket is valahogy kézben tartani. Hát, amikor a Merkur retrográd, akkor tényleg több a dezinformáció, valahogy elbeszélünk egymás mellett. Idegesebbek lehetünk. Nos, még egy karmikus kártya, ez maga a halál. Második karmikus kártya, hát dolgoznak itt még a karmikus csomók, mielőtt békén hagyják a kóst, még egy picikét akarnak itt valamit. Rendet szokott tenni ez a kártya. Meg szokott minket szabadítani valamitől vagy valakitől, akire már semmi szükségünk. Lehet, hogy ez nekünk nem fog tetszeni, de ha a fenti erők ezt így eldöntötték, nem tudunk mit tenni. Nem is érdemes ellenkezni a fenti erőkkel, ha tényleg ők
valamitől vagy valakitől meg akarnak minket szabadítani. Eltelik egy kis idő, és lehet, hogy rájövünk, hogy jaj, de jó, hogy így alakultak a dolgok. Tehát mind a két kártya ilyen sorsfordulatot mutat egyébként. Valamilyen változást mutathat. És még egy kártya, ez is nagy árkánum, ez viszont maga a torony, ez a váratlan, hirtelen sok hatás. Na most, a torony a Marsnak a kártyája, a Mars, agresszív bolygó, Mars maga a baleset, a tűz, és amikor a Merkur retrográd, akkor tényleg több ilyen dolog történik, ilyen negatív dolog, tehát figyelmeztetésnek nagyon jó, hogy vigyázat, hirtelen valamilyen negatív dolog történhet, elkerülhetjük esetleg, ha egy picit jobban odafigyelünk, ebben a rohanó világban, főleg itt már így karácsony előtt, még rohanunk, még ezt kell, még azt kell, még amazt kell elintézni, itt azért már készülődünk. 9-es, kelyhek, víz, energia. Boldogságos kártya önmagában, nagyon pozitív kártya. Az álmaink valóra válhatnak itt, de a negatívumra kapjuk. Tehát itt még van valamilyen akadály. Tehát ezt az akadályt nekünk megmutatták ezek a kártyák is. Viszont a pozitívumon, ami nekem nagyon tetszik, hogy mi ezektől a negatív dolgoktól meg tudunk szabadulni. Már azt mondjuk, hogy elég volt. És ami nekem nagyon tetszik, hogy azért kijött nekünk a főpap. Azért védelmez minket. Ha van egy A terv, legyen egy B terv. Ez váratlan kártya, váratlan fordulat, váratlan valamilyen hideg zuhanyt kaphatunk, váratlanul. Megyünk tovább. Na nézzük, mi van itt. Ez viszont a nap, a legcsodálatosabb kártya. Jaj, de jó, jaj, de kellett ez nekünk. A napocska azért minket védelmezni fog, melegíteni fog minket, a negatívumot elégeti, hát legyen így, legyen ragyogás, legyen napsütés, legyen boldogság, a boldogságnak a kártyája, a sikernek a kártyája. Nem, itt nagyítani lehet, nagy boldogság, nagy siker, nagy öröm, a gyermekek kártyája is, ráadásul a gyermekek kártyája. Az uralkodó nő is maga az anyasság, ez is a gyermekek kártyája. Minden, ami templom például ide tartozik a főpaphoz, a keresztelő például. A gyermekünk életében, az unokánk életében történhet valamilyen fantasztikus dolog, valamilyen sikert elérhet, jó híreket kapunk tőlük. Tehát ez is, ez nagyon jó kártya, ez nagyon jó, ez kellett nekünk. A negatívumot elégeti, a pozitívumot még boldogságosabbá fogja tenni. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!